Vásárosnamény és környékén 5500 fő van közfoglalkoztatotti státuszban, vagy épp jelenleg is álláskereső. A hétfőn aláírt foglalkoztatási paktum őket segíti majd a jövőben. A következő közel 40 hónapban a járás területén lévő 26 települést vonják majd be ebbe a megállapodásba. Vásárosnaményban az elmúlt években több vállalkozás is elindult, számukra szakképzett munkaerőre van szükség. A településen már nem a közmunkaprogram jelenti az egyetlen lehetőséget, közölte a város polgármestere. A közmunkások száma már 300 alá csökkent, korábban ez 500 fő felett volt. A pályázat végrehajtása során szeretnénk azt, hogy ez a közel negyedmilliárdos forrás, hiszen 240 millió forintról beszélünk, ebből 180-190 millió forint a vállalkozókhoz kerülne, azon cégekhez, akik itt szeretnének tevékenykedni a jövőben, szeretnének olyan képzéseket megvalósítani, amelyek által minőségi munkaerőt tudnának helyben tartani, hiszen nem titkolt célunk az, hogy a fiatalok maradjanak itt, vagy térjenek vissza, és itt találják meg számításaikat Vásárosnaményben, a Bereg szívében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájában szerepel, hogy 1025 főnek biztosítanak foglalkoztatási vagy képzési támogatást. Erről Szabó István közgyűlési alelnök beszélt. A megyében több foglalkoztatási paktum is elindult már. A Vásárosnaményi ennek a hálózatnak a kiterjesztésében is segít. A topos forrásoknak három prioritása van. A gazdaság élénkítése, a gazdaság fejlesztése, illetve a foglalkoztatás bővítése. A Vásárosnaményihoz hasonló együttműködésekben pedig az önkormányzatok, a gazdasági szféra és a potenciális munkaerő találkozik. A megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, bár a paktum szó még nem elég széles körben ismert kifejezés Magyarországon, a jelentése mindenképpen pozitív. A munkavilágában, a nyugati országokban ez egy bevett szervezeti forma, együttműködési forma, és ha kicsit boncolgatjuk az értelmét, akkor láthatóvá válik, hogy nem egyéb ez, mint sajátos érdekekkel bíró érdekcsoportok szempontjainak az összeegyeztetése. Problémát jelent az is a térségben, hogy egyszerre jellemző a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Ez annak is köszönhető, hogy olyan képzések hiányoznak az oktatási intézményekből, amelyek a térség vállalatait segítenék. Egy mezőgazdasági térségben képezünk-e élelmiszer tartósítással foglalkozó szakmunkásokat? Utóbbi 15 évben ilyen típusú képzés nem volt a megyében, pedig hát ugye a konzervgyárakról beszélünk, ha csak simán a mezőgazdasági kis gyümölcsfeldolgozókról beszélünk, amelyekről szerencsére van már a térségben, akkor az a feltétel, hogy megfelelő szakmunkás is álljon rendelkezésre. Tehát sokszor én legalábbis úgy látom, és szerintem mindannyian így vannak vele, hogy a probléma ott van előttünk, aztán végül nem is értjük, hogy miért nem vettük ezt észre korábban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 30 ezer gazdálkodó szervezetet tart nyilván a Kereskedelmi és Iparkamara. Közülük várják még a további jelentkezőket a paktumhoz.